Üdvözlet mindenkinek 2018. 11. hó 23-án, ez az Új Világrend Hírek röviden az Infobubble csatornán. Ezúttal a témaválasztás különösen egyszerű volt, mikor meghallottam azt, hogy közös európai hadsereg létrehozásáról döntöttek ez a népszava.hu beszámolója, és azt írja a Euronews, hogy 9 európai ország védelmi minisztere írt alá megállapodást közös katonai erő létrehozásáról hétfőn Luxemburgban. Franciaország, illetve Emmanuel Macron kezdeményezésére európai intervenciós kezdeményezés néven fegyveres erő megalakulását írták alá, illetve kezdeményezték. Belgium, Dánia, Észtország, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Portugália és Spanyolország hónapokig tartó tárgyalások után aláírta ezt a szándéknyilatkozatot. A német védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy ez a hasonló gondolkodású országok fórumának létrehozásáról szól. A cél az, hogy ez a hadtest készen álljon az európai határok közelében kialakuló konfliktusok gyors kezelésére a NATO vagy az Egyesült Államok közreműködése nélkül. Erről a témáról már korábban is szó volt ezen a csatornán többször is, és akik követik a videókat, azok szerintem tisztában vannak azzal, hogy mi is az, ami történik. Az eddig összeesküvés elméletnek számító új világrend szerintem szépen lassan körvonalazódik a szemünk láttára. Emmanuel Macron azt mondja, egységesítenünk kell Európát. Egységes és hatékony Európa létrehozását sürgette Emmanuel Macron a német parlamentben vasárnap. A francia elnök a nemzeti gyásznap alkalmából utazott Berlinbe, ahol a német-francia összefogás fontosságáról is beszélt. Európának középpontjában a francia-német párossal kötelessége és feladata, hogy megakadályozza a világ káoszba sodródását és békés útra terelje az emberiséget. Én már többször is megpróbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy az, amiben élünk, az az angol szász gyarmatbirodalom, és ez az utolsó, az új világrend, illetve az antimesiák uralkodása előtt. Azt is elmondtam világosan, hogy a helyzet az, amit most már láthat mindenki a saját szemével, hogy az Amerikai Egyesült Államok szépen lassan el fog szigetelődni és szembe kerül mindenkivel a világon. Ez most még talán a legtöbb embernek elképzelhetetlen, de aki figyel, az látja, hogy merre haladunk. Sőt, annak a maroknyi embernek, aki még követi az írásokat, idéznék egyet az apostol Saul tollából, ez pedig 1. Tesszalonika 5. fejezet, a 3-as vers így szól, mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk. Macron arról beszél, hogy békés útra kell terelni az emberiséget. Az egész emberiséget. Már nem is csak Franciaországról van szó, vagy Nyugat-Európáról, vagy Európáról, hanem az egész emberiségről. Visszaemlékezhet mindenki, hiszen korábban többször is szó esett róla, hogy Európa lesz az úgynevezett új világrendnek a központja. Ez szerintem teljesen egyértelmű, hogyha valaki figyeli az eseményeket, akkor ez a napnál világosabb. Az Amerikai Egyesült Államok nem lehet, és Európán kívül nincsen egyáltalán olyan játékos ebben az egész színjátékban, aki átvehetné ezt a hatalmat. De szerintem érdekes az, ahogyan fogalmaz Macron, soha nem fogja tudni beteljesíteni szerepét úgy, mint Európa, ha csupán a nagyhatalmak sakkbábúja lesz, hogyha nem vállal nagyobb felelősséget a saját biztonsága és védelme érdekében, és ha elfogadja az alávetett szerepet a nemzetközi porondon. Nézzük, mi az, amit mond még. Természetes, hogy az európai szuverenitás gondolata félelmet kelt, hiszen azt jelenti, hogy mindenkinek át kell helyeznie saját döntési hatásköreinek egy részét a közösség szintjére, úgy, mint az államoknak, sőt azt is, hogy a tagállamoknak akár az adóbevételeik egy részét is meg kell osztaniuk egymással. Ez gyakorlatilag egy federáció, amiről beszél, úgy, mint az Amerikai Egyesült Államok. Erre azonban szükség van, mert a mai állapotában az Európai Unió nem tud megbirkózni az előtte álló kihívásokkal. Angela Merkel szintén egyetért ezzel, és azt mondja, hogy el kell gondolkodni egy európai hadsereg létrehozásán.
Kül- és biztonságpolitika terén való egységes fellépéssel lehet csak megvédeni Európa érdekeit, ezért el kell gondolkodni egy tényleges európai hadsereg létrehozásán. Ez nem a NATO ellenében jönne létre, hanem azzal együttműködve tevékenykedne. Létrehozása azt biztosítaná, hogy soha többet ne lehessen háború. Angela Merkel azt mondja, hogy a nemzeti egoizmus leküzdése, ez gyakorlatilag a nacionalizmus vagy a hazafiság, ahogyan mi ismerjük, a toleranciára épülő szolidaritás a feltétele minden működőképes közösségnek, így az Európai Uniónak is. Ez a tolerancia, amiről ő beszél, ez a világ értékrendjének az elfogadása, úgyhogy mindenki, aki azt mondja magáról, hogy ő keresztény, illetve követi az írásokat, az problémába fog ütközni akkor, amikor ezek az elgondolások és elképzelések egyre közelebb kerülnek majd a megvalósításhoz. Az Index szintén erről ír, közös hadsereg felé tart az EU, kérdezi Márton Balázs. Sőt, azt mondja, hogy mi az, amiben egyetért Angela Merkel, Emmanuel Macron és Orbán Viktor? Én már erről beszéltem annak idején Orbán Viktorral kapcsolatban, talán ez az egyik első videó ezen a csatornán, úgyhogy ott a bizonyíték mindenki számára. Aki azt hiszi, hogy ezek a vezetők egymás ellen harcolnak, az nagyon téved. Közös uniós haderőt szeretnének ezek az emberek. A közös haderőnél még nem tartunk, de abban már majdnem minden tagállam megegyezett, hogy közös pénzalappal és közel másfél tucat új projekttel fűzik szorosabbra az európai védelmi együttműködést. Megduplázták a közös uniós katonai projektek számát a védelmi miniszterek november 19-i ülésén. A tavaly indított állandó struktúrált együttműködéssel kevesebb pénzből tudnak többet kihozni majd a tagállamok. Probléma az, hogy a nemzetek külön-külön költenek a fegyverkezésre, illetve a honvédelemre, és ezek az összegek nem elég hatékonyak, nem annyira, mint hogyha együttes erővel készülnének és egy egységes hadsereget tartanának fenn. Az Európai Bizottság szerint évente körülbelül 25-100 milliárd euró közötti összeget pazarolnak a kormányok, azaz még a becslés alsó határa alapján is nagyjából a magyar GDP 1/5-ének megfelelő összeget dobnak ki feleslegesen. Ezen a grafikonon láthatjuk, hogy hogyan alakul az Európai Unió, illetve az Amerikai Egyesült Államok költségvetése. Természetesen a honvédelemre vonatkoztatva. 227 milliárd az EU, 545 milliárd az USA, nagyjából kétszer annyi, ugyanúgy, ahogyan a GDP százalékában, bár az USA-ban az még nagyobb százaléka. Ugye ezen az ábrán láthatjuk azt, hogy mennyi az átfedés a különböző fegyverrendszerek között, 178 darab van az EU-ban, mindössze 30 az USA-ban. Azt szeretnék ezzel bemutatni, hogy sokkal korszerűbb, illetve sokkal hatékonyabb egy egységesen működő költségvetés. Furcsa számomra az, hogy az emberek nem veszik észre, hogy ezek a dolgok nem most pattannak ki ezeknek az embereknek a fejéből, ez mindvégig így volt megtervezve, csak az emberiséget hozzá kell szoktatni ezekhez a gondolatokhoz. Ha nem így lenne, akkor nem így alakulnának ennek a költségvetésnek az összegei, ahogyan alakulna. Tavaly 25 millió euróval indult a költségvetés, 2020-ban 500 milliót költenének csak eszközbeszerzésre a kutatás mellett. Ez a 25 millió egyébként tavaly mindössze kutatásra volt elegendő. 2027-re 13 milliárd eurót szeretnének erre a célra, az Európai Védelmi Alapra fordítani. Ezért volt és van az a rengeteg közös hadgyakorlat, hiszen ők erre készülnek már lassan egy évtizede, amikor én körülbelül vissza tudom vezetni ezeket a nagy hadgyakorlatokat, de biztos vagyok benne, hogy sokkal korábban megfogalmazódott már ez a gondolat. Emmanuel Macron egyébként azt mondta, hogy Európa határán tekintély elvű hatalmak emelkednek és fegyverkeznek, Európának képesnek kell lennie megvédeni magát Kínától, Oroszországtól, vagy akár az Egyesült Államoktól. Ezen a képen Hende Csaba honvédelmi miniszter, illetve Benkő Tibor vezérezredes figyeli azt, ahogyan a V4 EU több nemzetiségű harccsoport gyakorlatozik ezzel a katonai robottal. Orbán Viktor egyébként azt mondta, hogy a Brexittel, illetve a Nagy-Britannia távozásával az Európai Unió, illetve a kontinens katonai hadereje jelentősen lecsökkent, és nem maradhatunk katonapolitikailag ebben a védtelen helyzetben.
Szerinte ezért van szükség a közös európai hadseregre, és azt mondja, hogy valódi közös haderő lenne, valódi közös ezredekkel, közös vezénylési nyelvvel és közös szerkezettel. Villámgyorsan ezt hagyj olvassam fel az 1 Mózes 11, mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala, és lőn, mikor kelet felől elindultak vala Sinár földén, egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, jertek, vessünk téglát, égessük ki jól, és lőn nekik a tégla kőgyanánt, szurok pedig ragasztógyanánt. Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget éri, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Ha esetleg valaki nem hisz ezekben a dolgokban, annak is azt javaslom, hogy még egy pillanatra tartson ki. Ez az Európa Tanács egyik posztere, és az áll rajta, hogy Európa, sok nyelv, egy hang. Ezt lehetne elemezgetni a végtelenségig, az ezen látható szimbólumokat, csak egyet emelnék ki, ez természetesen itt ez a Baphomet jel, ami egy csúcsára állított pentagram vagy ötágú csillag, és még arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez itt a kép közepén nem más, mint a Bábel tornya, ami épülőben van, amit olvashattunk az előbb egy Mózes 11-es fejezetben, melyet a kocka fejű emberek építenek, és az egyetlen, akinek nem kocka feje van még, az ez a gyerek, ugyanis még nem volt ideje átmenni az oktatási rendszeren annak érdekében, hogy kialakuljon ez a kocka feje, ami ma a legtöbb polgárra jellemző. Ahogy mondtam korábban, elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Tudják, hogy az emberek nem képesek felfogni azt, ami történik körülöttük. Nem csak azért, mert nem érdekli őket, hanem részben azért is, mert ez az oktatási rendszer lehetővé tette azt, hogy az álomvilágot eladják úgy, mint egy valóság. Úgyhogy Bábel tornya a szemünk láttára épül fel, ők erről beszélnek nyíltan, és az emberiség nagy része mégsem képes ezt megérteni. Megmutatom még egyszer, mind az egész földnek pedig egy nyelve és egy beszéde vala. Azt mondják, hogy építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget éri, szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Jobb oldalon az Európai Unió parlamentjének az épülete, bal oldal pedig egy elképzelés Bábel tornyáról. Ha visszaemlékszünk, Macron arról beszélt, hogy Európának be kell teljesíteni a szerepét. Ez a szerep pedig nem más, mint az, amit az írásokban olvashatunk. Európa lesz az utolsó világhatalomnak a központja, ez az a szerep, amelyről Macron beszél. És azért van szükség erre az egységre, hogy a biztonságát és a védelmét garantálni tudja. Ugyanúgy, ahogy ezek az emberek itt azt akarták, hogy maguknak nevet szerezzenek, hogy el ne széledjenek az egész föld színén. A hvg.hu megerősíti ugyanezt a hírt, Merkel is közös európai haderőt akar. És ugyanazt mondja, kül- és biztonságpolitika terén való egységes fellépéssel lehet csak megvédeni Európa érdekeit, ezért el kell gondolkodni egy tényleges európai hadsereg létrehozásán. És a létrehozása biztosítaná, hogy soha többet ne lehessen háború. Azt mondja, hogy saját kezünkbe kell venni a sorsunkat, ha egységes közösségként fent akarunk maradni. Építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Saját kezünkbe kell venni sorsunkat, ha egységes közösségként fenn akarunk maradni. Nézzük röviden, hogy hogyan alakultak a nemzetközi reakciók erre a hírre. Kína elutasította azt a vádat, miszerint ő fenyegetés jelentene Európára. A kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy soha nem jelentettünk fenyegetést Európára nézve. Ha már itt tartunk, akkor még egy dolgot megmutatnék, az pedig az, hogy az Amerikai Egyesült Államok bejelentette kilépését a közepes és rövid hatótávolságú rakéták megsemmisítéséről szóló egyezményből. Erre Macron úgy nyilatkozott, hogy meg kell védenünk magunkat Kínától, Oroszországtól és még az Amerikai Egyesült Államoktól is. Sőt, emlékezzünk vissza arra, hogy Trump egyik ígérete az volt, hogy Amerikát újra naggyá teszi, ami szöges ellentétben áll azzal, amiről Macron beszélt, ami az államokat arra kényszerítené, hogy a szuverenitásukat feladják. Donald Trump egyébként sértőnek nevezte azt, amit Macron, illetve Merkel is mondott, valamint saját magát nacionalistaként tartja nyilván.
Nem mindenki ért egyet ezzel a kezdeményezéssel. Mark Rutte, a holland kormányfő például elutasította a közös európai hadsereg létrehozásáról szóló indítványokat. Mielőtt röviden vázolnám, hogy mik ennek a döntésnek a következményei, nézzük meg, hogy mi az, amit az euobserver.com ír, ugyanis ők arról beszélnek, hogy Finnország egy gyakorlatilasabb európai védelmi rendszert javasol, Olaszország egyébként ezzel szemben egy állandó EU hadsereg bevezetését javasolta, valamint egy közös katonai központot. A francia-német javaslat valami alternatívát javasolt erre egyébként a francia-német előterjesztés. Ők azt szeretnék, hogyha lenne egy közös központ, és szükség esetén onnan tudnák vezényelni az európai haderőt. Finnek azt szeretnék, hogyha létrejönne egy állandó civil katonai szervezet, amely a tervezésben, illetve a kivitelezésben szintén szerepet tudna vállalni. Politico.eu arról számol be, hogy a 17 pont, melyről a megállapodás most megszületett, egyike egy közös hírszerző iskola az Európai Unión belül, ezen kívül nagyobb figyelmet szeretnének fordítani az elektronikus hadviselésre is. Felmerülhet a kérdés, hogy milyennek az egésznek az értelme és mi a következménye a mi életünkre nézve. Ami következik a világban, az egy általános káosz. Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb ember nem így gondolkodik, nem érti és nem is érdekli, ettől függetlenül még ez az a jövő, ami mindannyiunkra vár. Nehéz rámutatni egyetlen kiváltó okra, de szerintem a gazdaság összeomlása lesz az egyik ezek közül. Az ingatlan árak egyébként mindenkit, akinek egy fél agya van, már figyelmeztetnek erre. A helyzet sokkal-sokkal rosszabb, mint amilyen volt 2008-ban, illetve 2007-89-ben. Ennek ellenére a világ szinte elfelejtette azt, hogy mi az, ami egy évtizeddel ezelőtt történt. Az, hogy vidéken, egy 10 emeletesben, egy másfél szobás lakás, vagy egy 1+2-es lakás négyzetméter ára 3-400 ezer forint, az irreális. Mindazok az emberek, akik most ingatlant vásárolnak ezeken az árakon, akik hitelt vesznek fel erre, gyereket vállalnak, hogy ki tudják fizetni, azok gyakorlatilag el fogják veszíteni mindenüket, amiük csak van. A munkahelyek szépen lassan meg fognak szűnni, a szociális ellátórendszerek fel fogják mondani a szolgálatot, a migráció, illetve a nemzetközi feszültség el fog jutni arra a pontra, amikor a háború elkerülhetetlen lesz. Nem ilyen szinten, mint ami most van, hanem ennél egy sokkal nagyobb szintéren. Ez magával fogja hozni az erőforrásoknak a hiányát, illetve az élelmiszer hiányt, a víz, fűtőanyag hiányt, üzemanyag hiányt, betegségeket és egy általános káoszt. Az emberiség nagy része azonban ekkor sem fogja megérteni azt, hogy mi is az, ami történik valójában körülötte, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ember soha nem fogja felfogni ezt mindaddig, amíg már túl késő lesz. Ezek a lépések, amiket látunk a törvényhozásban, illetve a szabályozásban, már készítik elő az egységes világkormányt. Az emberek túlságosan elfoglaltak a mindennapi gondjaikkal és azokkal a hiába valóságokkal, amiket üldöznek. Ezért nem képesek megérteni, hogy mi az, ami zajlik körülöttünk. Azok, akik figyelnek, szépen fel tudnak készülni erre az egészre. Én nem azt javaslom, hogy kezdjünk el félretenni dolgokat, meg vizet, meg élelmiszert, meg ezeket. Persze az sem árt. De azt, ami következik, lehetetlen elképzelni, megjósolni, és ezért nem is lehet felkészülni rá. Én inkább azt mondom, hogy spirituálisan készüljön fel mindenki. Próbálja meg megérteni, hogy azok a dolgok, amik az írásokban le vannak írva, azért vannak ott, hogy figyelmeztessenek minket arra, ami volt, ami van, és ami lesz. És tanúbizonyságként fognak ott állni majd a végén, hogy láthassa mindenki, hogy ez nem egy meglepetés volt, csak egyszerűen ő nem szánta rá az időt, hogy megértse. Rengetegszer elmondtam már, de itt van még egyszer. Ezek az emberek együtt dolgoznak annak érdekében, hogy létrehozzák az új világrendet, ami egy egységes világkormány egy vezető alatt. Egységes hadsereg, egységes gazdaság, egységes vallás, egységes nyelv. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amit csinálnak, és megtévesztik az egész világot. Még annyit hozzátennék, hogy nincsen pontos elképzelésem vagy javaslatom a hadsereggel kapcsolatban. Minden esetre, amit most javasolnék mindenkinek, az az, amit mindig is mondtam. Minél távolabb kerül az ember a közigazgatástól és az államtól, annál jobb. Minél jobban belemegy valaki, annál nehezebb lesz kimászni belőle, és a valószínűsége, hogy beleragad, annál nagyobb lesz.
Ha valaki az államapparátusban dolgozik, a közigazgatásban, úgy mint tanár, rendőr, tűzoltó, katona, egészségügyi dolgozó, akkor ő gyakorlatilag függ az államtól. Nem csak ő, hanem mindazok az emberek, akik tőle függnek, a családja, a gyerekei. Képzelje el mindenki ezt a káoszt, és akkor az állam azt mondja, hogy maradhatsz, csak annak megvannak a feltételei. Nagyon nehéz lesz lemondani mindarról a kényelemről és biztonságról, amit egy-egy ilyen pozíció nyújt. A katonaság, illetve a rendőrség talán a legrosszabb pozíció, hogyha valaki abban van. Úgyhogy én igyekeznék minden körülmények között elkerülni ezt. Minden körülmények között. Ugyanis a háború, ami következik, abban a hadsereg és a rendőrség, de úgy általában a rendészeti szervek részt fognak venni aktívan. Az az utolsó hely, ahol lenni szeretnék. Akkor már lehet, hogy jobb egy börtönben eltölteni azt az időt, mint harcolni egy igazságtalan ügyért. De ez az, amit most jelenleg gondolok, aztán majd meglátjuk, hogy mit is hoz a jövő. Viszont szerintem nagyon nehéz elképzelni olyan szituációt, hogy bárki is jól járna azzal, hogyha részese ezeknek a szervezeteknek. Remélem, hogy segítettem. Ez volt az Új Világrend hírek röviden 2018. 11. 23-án. Ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszett, illetve megosztani mindazokkal, akiknek segíteni szeretnétek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!